Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, gyönyörűségesen szép napot kívánok egy Life is Strange újrajátszás első epizódjában, amikor is felelevenítünk egy igazi Nessai klasszikust. Üdv nektek, szevasz Áron, Zsombor, Anarchikus, Blue Morpho, hello Dóra, igen, Master Zoro, Lara, üdv mindenkinek élőben, és nagy pacsi mindenkinek a YouTube-ra is. Hát rég volt, hölgyeim és uraim, régen volt, megnéztem, egészen pontosan több mint 7 évvel ezelőtt, 2017 májusában kezdtük el a Life is Strange végigjátszást, ami egy, hát talán mondhatjuk, hogy ikonikus vagy meghatározóvá váló Nessali féle végigjátszás volt, nekem is, a közösségnek is, így az egész csatornának, és hát sokan kérdeztétek, hogy minek az apropóján fogjuk most újra játszani a játékot. Ez nagyon egyszerű, idén ősszel jön a Life is Strange Double Exposure nevezetű játék, amiben újra Max lesz a főszereplő, és hát az emlékezetem és azok hiányosságait ismerve úgy gondoltam, hogy jobb, ha az eredeti sztorit most van idő így nyáron, és újra ismételjük, mert nem sokra emlékszem belőle. Úgyhogy ahhoz, hogy igazán üssön szerintem Maxnek egy újabb kalandja majd, így az év második felében, tök jó lesz, hogyha egy kicsit felfrissítjük az emlékeinket. És nagyon várom. Nyilván emlékszem a nagy csavarra a játékból, meg emlékszem a vége jelenetre. Így nagyjából erre a két dologra. Tehát, hogy senki ne lepődjön majd meg, amikor elcsodálkozom, mert az a 7 év az nagyon-nagyon régen volt. Úgyhogy mondom, a fő csavar a történetben, meg a vége az így megvan, de hogy aközött egészen pontosan, hogy meg mind történtek a dolgok, az már nem nagyon van meg előttem. Az viszont megvan, hogy még mindig ez a kedvenc Life is Strange játékom, illetve még az előzmény, az is tetszett, de hogy nem sikerült azóta se szerintem ezt a szintet megugrani, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy majd a következő játék, ismét Max-szel a főszerepben, az megint olyan lesz, de hát addig is itt egy kicsit felmelegítjük a dolgokat, fogalmazzunk így. Nyilván én azt leszögezném az elején, mert nagyon-nagyon jól tudom marketingelni saját magamat, hogy soha nem lesz semmi olyan különleges, mint az első alkalom. Mármint, hogy a végigjátszásra gondolok, szóval szerintem először nekem is ez volt az első ilyen nagyon komoly sztori alapú végigjátszásom, nyilván akkor új volt minden, szóval nem is akarok senkit abba a hitbe ringatni, hogy ez már olyan fantasztikus lesz, mint először volt, mert nem, csak így tök jó lesz újra átvenni, hogy egyébként pontosan hogy is alakult az első játék, szóval próbálom én is mérsékelni a saját elvárásaimat, meg mérsékelni a tieiteket is, de hát ha mindenki egy kicsit vissza tud repülni így 7 évvel ezelőttre, amikor először ezzel találkozott, legalábbis nálam, a játék meg még mindig zseniális, szóval borzasztóan szeretni fogom szerintem. Hát én azóta csak rosszabb lettem, idiótább, öregebb és megkeseredettebb, de reméljük ez nem fogja rányomni így erre a bélyegét, és hát majd az igazán hardcore arcok összehasonlíthatják a 7 évvel ezelőtti Nessait a mostanival. Spoiler alert, régebben jobb fej voltam szerintem, meg az ugye nem élő végigjátszás volt, és nem volt chat. Úgyhogy hogy ez milyen különbségeket szül majd, abból a tanulságot mindenki levonhatja magának. A legfontosabb dolog, csak hogy ne legyen kérdés, nem vagyok szőke. Jó, tehát sajnos nem, akkor meg igen. Kipihentebb voltam, akkor igen, lehetséges. Mielőtt belevágunk, PC-n fogjuk nyomni a játékot, srácok, és magyar felirattal. Azt hiszem, hogy így játszottuk eredetileg is, de nem biztos, hogy jól emlékszem, de azt hiszem, hogy ott is már volt magyar felirat, és ott is PC-n játszottam a dolgot, bár lehet, hogy konzol volt, nem tudom, de ez a terv, és csak az egyet fogjuk végigjátszani. Tehát nem lesz előzmény, nem is emlékszem az előzménynek a címére, amiben Chloe volt a főszereplő, meg nem fogjuk újra játszani a kettőt, meg a True Colors-t, nem. Life is Strange 1-et, az eredetit, az 5 epizódot, Before the Storm, köszönöm szépen, azt fogjuk itt végignyomni együtt a következő napokban, hetekben.
Köszönöm szépen a támogatást mindenkinek. Mézes Puszedli, Nike, Flora, Boci, Sunny, Forever, Alonba, Vudukila, Mézes Puszedli az öt ajándékszabot. Nagyon-nagyon köszi. Azafis, Tinaszván, Bazsmó, Micóka köszi a 18-at. A Life is Strange volt az első Nessai videó, amit még követtem, az élet azóta csak nehezebb lett, de színt hozol a napokba, köszi Főni. Ah, nagyon szépen köszönöm. Sumi, Elma, Sifu atya, köszönöm neked is. Strange Eliflis, Klau, István, köszönöm szépen. Barbara Jazz, Voldemort, Niki, Morfodidus, Vidárt, Troson, Newbie, Hydralord, még itt pótolnom kell a délelőttet is, Tamás, Éva, Drisztír, Avokádó, Ipex, Levi, Benizoli, Sohiro és Firesami, valamint Xtazigad, Regi, Sandi és Rici, valamint Medve, Disznó, Ember, Quest, Little Bird, Bazsmó és Majonézes, Girosz, Jesus Christ. Nagyon-nagyon szépen köszi mindenkinek, cukik vagytok, srácok. Ennyit így bevezetésképpen, még egyetlen egy dolog van, hogy ne felejtsétek el, sellout, nessai.hu, még egy hétig tudtok különleges NDD kiadású Nessa limonádét rendelni, elsején meg fog szűnni ez az edition, amit nyilván itt a nyári foci őrületre csináltunk, no pressure, de ha valaki még esetleg várt, fizura vagy bármire, a Fizunál jött a habci, ez véletlen lenne? Akkor ne felejtsétek el, hogy elsőjén ez a termék lekerül és örökre nyugdíjba vonul, úgyhogy ha valaki még szeretne, akkor csak egy emlékeztető. De, aki túlélte az intrót és nem tekert bele, a YouTube-on kevesen lesznek, azoknak köszi, indítom, és éljük át újra az eredeti Life is Strange-et magyar felirattal. Jó szórakozás, srácok, mindenkinek! Főleg magamnak. Unreal Engine. Ó, igen. Mikori ez a játék? Mert az oké, hogy én 2017-ben játszottam, de akkor már kin volt szerintem több éve. Már nem mai darab. 2015. Basszeg. De durva. Várnom kellett volna még egy évet, és akkor pont ilyen 10 éves évforduló lenne, de... Jó lesz ez így is. Köszi az infót. Megnyomtam egy gombot. Ne! Megvan a mentésem! Mennyire jó! Ott van, 2017, 7. hó 24. Wait, what? Ja, mi? Ne bassz már ki! Jó, ezt senki nem fogja nekem soha elhinni, hogy ez véletlen. Azt fogjátok hinni, hogy megnéztem előre. A helyetekbe én is azt hinném. A helyetekbe én is azt hinném, nem kell elhinni nekem. Halvány fingom nem volt. Azt se tudtam, hogy megvan a mentésem. Ez nagyon durva, bassz meg. Azt a kurva, kirázott a hideg. Igen, script. Mehet a, hogy szokás ez mostanában? V-script. V-script. Halvány fingom nem volt. Jézusom, ez nagyon ijesztő. Egy szimulációban élünk. Ez nagyon-nagyon para. Jézusom. Na jó. Hát nem írom felül az eredeti mentést, hanem kezdünk egy új játékon. Jézusom, kirázott a hideg. Ez nagyon durva, bazzeg. Ez nagyon para. Jaj. No. Copyrightos lesz a stream, majd szenvedek vele, szerintem nem is volt itt ilyen még régen, hogy copyrightos beállítás, majd megoldom valahogy. Kicsit följebb húzom a fényerőt, majd meglátjuk, hogy sötét lesz-e. Maxon vagyunk beállításokkal, reméljük nem fog akadni, elbírja a 40-90 így a 10 éves játékot. Felirat alapméret, reméljük, hogy nem lesz kicsi, majd max feljebb húzom a feliratot. Az oké. Nyomjuk. Majd ha halk hangos, akkor állítunk rajta. Új játék. Annyira nosztalgikus ez a főmenü is egyébként. Na gyerünk.
A Life is Strange egy kalandjáték, amely a játékos döntésein alapszik, az összes választásod hatást gyakorolhat a múltra, jelenre és jövőre. Válasz bölcsen! Úristen, fogalmam sincs, miket választottam régen. Elég hangos, majd halkítok rajta. Nem is emlékeztem, hogy így kezdődik. How did I get here? And where is here? Cuki a grafika. Wait, there's a lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Na hajrá, Max. Ah. Egyből a világító toronnyal. Lehúzzuk ide a hangerőt valahova. Na! Igen, nagyon jó a kérdés. Ez nem a remastered változat. Direkt az eredetivel akartam játszani. Úgyhogy ez nem a remastered. Ez a sima OG. Emlékeztem én, hogy sötét a játék picit. Úgy. Meg az egeret lehet állítani, hogy ne legyen ilyen érzékeny. Aha. Azt így lejjebb húzom még. Bocsánat, hogy itt az elején így. Még ez is sok. Ezeket így látatlanban nem tudom tesztelni, úgyhogy ilyenkor muszáj. Ez az. Nem is emlékszem az irányításra, mert én szerintem kontrollerrel játszottam az összes Life is Strange-et. Lehet, hogy még az eredetit is. Az egy amúgy kicsit ilyen gagyi a grafika, de nagyon hatásos, tök jó. Biztos csak a nosztalgia beszél belőlem. Ah, nem lehet ezt a játékot nem úgy játszani, hogy tudod, hogy ez a helyszín, ez mennyire fontos. Rip városka. That was so surreal. It's called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Nehéz lesz ezt úgy játszani, hogy can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. Jó kis fotóóra. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and. Nem emlékszem, ez a rövid hajú csaj ki volt, de úgy emlékszem, hogy gyűlöltem. She saw humanity is tortured, right? And frankly, it's bullshit. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. Hogy kell csinálni? And capture you in a moment of desperation. Nem tudom ráhúzni az egeret. And any one of you could do that to me. Hogy kell csinálni? Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. Ja, szóra kell vinni. She could have taken another. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Megvan, tudom irányítani. Ah, ilyen kis önbizalom hiányos Max, pedig imád fotózni. Her approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Igazi fennhéjázó köcsög vagy, Victoria, nem emlékszem rá, de már most idegesítesz. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Nem igaz, az a retro kis szövettoltartó a legjobb cucc volt ever.
Hát a selfie. We've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. Itt még a selfie új szónak számítom. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been an aspect of art. Jeffersonra mehányok. As long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Aha, mindent tudok a selfikről, tanár úr. Abszolút figyelve kezdtem el a játékot, nem úgy, mint valóban egy órán, hogy teljesen leszartam. Tessék? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like the mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Én nem mondanám, hogy szánalmas ezzel a hajjal a fejemen. Na mindegy, bocsánat, ne legyetek ilyenek. Making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self. If anybody else inkább nézem this, a naplómat. Bekaphatja a társadalom. Így van. Na, tényleg, és itt lehetett lapozni a naplókat is. Vissza lehetett olvasni mindent. Hogy legyen egy kis backstory-ink. Itt vannak a karakterek. Hét. Victoria, Jefferson, Max. Az epizódok. Itt nem is tudom, hogy mit lehet unlockolni. The portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. Yay! And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bárcsak. Na. Voilà. Tök jó a dizájnja a játéknak. Úgy emlékeztem, hogy rosszabbul néz ki egyébként. De nem. Harcolások. Fotozzuk le. Legyünk művésziek, Max. Jocika és Juliska örökre együtt, 2002. Ah, kaptam acsit. Szia, Kate! Hi, Kate. Oh, hi, Max. Hát figyelj, téged se a hajdivatod miatt szeretünk, de a külsőségek nem számítanak. You seem quiet today. Just thinking too much. Hát ő mondatokban jó vagy. Pia? I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. Aww. No worries. Let's hang later. Sure. Most valami eszembe jutott vele kapcsolatban. Az a baj, hogy így közben eszembe jutnak, hogy mik történnek. Now I wish I wouldn't have read this. Dear Kate, we love your porn video. Ah, igen, tudom, hogy mi történik vele. Hát, egyébként ez a játék ma is aktuális témákat dolgoz föl, úgyhogy nagyon jó lesz róla beszélgetni. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Na. Cool. Ott már a crackelt Photoshoppal dolgoznak is az utómunkán. Na jó, essünk túl rajta. Holnapot, Mr. Jefferson. Nem tudom, esetleg nem akar véletlenül megbotlani a padlón. Jolika néni éppen felmosott, és mondjuk szilánkosra törni a koponyáját, nem? Jó. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ó, milyen kedves. I didn't have any time.
way too much homework. Max, you're a better photographer. Nem spoilerezünk, virágnyelven beszélgetünk. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah blah blah, right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Olyan fontos gondolatok ezek egyébként, és annyira szívesen megerősíteném, hogy tényleg mennyire fontos az, amikor nyilván az ember fiatal, tínédzser, akkor tele vagyunk kétségekkel, nem tudjuk, hogy miben vagyunk tehetségesek, nem tudjuk, hogy mennyire ciki, hogy mi iránt rajongunk, és nagyon fontos, hogy legyenek emberek az életünkben, akik bíztatnak, hogy igen, ha ezt szereted, csináld, vágjál bele, legyél bátor, Max, be kell nevezni a fotóversenyre, csak hát így, most aki tudja, tudja, így baszódj meg már, mint hogy elnézést. Na jó. Mehetek? You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying on you. Welcome to the real world. Cute. Hot. Én is utálok ide kilépni, Max, ne aggódj. Az iskolai folyosó. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Square Enix. She's so fucking shy. Copyright következik. Bocs, YouTube. Bármi is lesz. Ah. Nem is emlékeztem erre se, hogy így van kiírva a játéknak a címe. Ő rémlik, de... Nem tudom, hogy miért rémlik. Azért rémlik, mert régen is egy perverz állat voltam, vagy lesz fontos... Na mindegy. Hello! Esomsz, Sulis, Martin, most álljunk meg. Martin, egy 14 éves lány vagyok, jó? Martin, ne FBI-ozzál, én most egy 14 éves lány vagyok, jó? Tehát szerelmes lehetek bárkibe, jó? Ez a tini lány szimulá, ez a lényeg, jó? 18? Tényleg hány éves Max a játékban? 18? Derek. Jó, köszönnénk. Martin, ne izéljél, tesse a cseten. Mi már köszönni se tudnánk egy 18 éves lánynak, bazd meg, mert azt se értenénk, hogy mit mond. Úgyhogy igen, ne, itt a videójáték. Várjatok, be lehet menni a férfi mosdóba? Nem. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Ez mindig olyan szerető, mindig szarkedvem lesz egyébként, hogy milyen sokan érzik terhelő szociális közegnek így, így az iskolát, pedig az egyik legfelemelőbb dolognak kellene lennie, hogy így bekerülsz egy közösségbe, de hát nyilván a közösség sokszor geci. I got the flu. Fuck you. Ez az. Fuck you, flu. Látjátok, még Covid referencia is van benne. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Nem vagy bolond. Vagy mindannyian kicsit bolondok vagyunk. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Nem.
Legyen önbizalmad, Max. Legyen önbizalmad. When a door closes, a window opens. Or something like that. Ott a pillangó. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Nem fogom elrontani, nem fogom elrontani, nem fogom elrontani. Ez az. Úgy emlékeztem, hogy ezt el lehet rontani. Akkor lehet, hogy rosszul emlékeztem. És igen, rosszkor rossz helyen. Ez a lány mosdó köcsög. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Látjátok, a nagyhangú hülye gyerek is önbizalom hiányos. I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What America. Are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Jaj! Ez a rész. Abban a pillanatban Jedi erő. What the fuck? Yes! How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Újra végighallgatjuk az órát. Ez a legrosszabb része. Gondolj bele, kijössz matekról, látsz egy gyilkosságot, és utána újra be kell üljél matekra. Ez egy elég szar szerda. This is real. Shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. És nem lesz meg a pillangós képet se. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? Why Arbus? Tartsd lenyomva a jobb egérgombot a visszatekeréshez. Meg kell menteni a fényképezőgépet. Aszeg, ez a játék, ez sokkal cinematikusabb, mint gondoltam. Nem tudom, valahogy annyira, nem tudom miért. Így az új játékoknál már annyira nem volt meggyőző az art style. Még a True Colors egyébként jól nézett ki, de hogy nem tudom, ez a visszatekerés is tök jól nézett ki. Pedig tök alacsony felbontás, meg minden. Don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Na, most az időutazás törvényei alapján csinálunk megint selfie. She saw humanity as torture. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. És most már tudom a helyes választ. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Oh, igen. Na már, hogy megmentjük. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Hát, ne haragudjon. Igen, Tom, ki kell mennem a mosdóba, bocs. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Pedig most szerezhettem volna egy ötöst. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. Nyilván nem enged ki. I need time to save that girl.
A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good. Sad face. What if I rewind again and give him the right answer? Fine detail in people's faces. Aha. Így is van. Hamar rájön Max, hogy ki tudja játszani a dolgot. Ja, shift-tel gyorsabban tudok visszatekerni, aha. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Hát, hogy ne tudnám. Kérlek szépen, a daguerrotípia. A daguerrotípia az egy nagyon híres művészeti irányzat volt. Innen indult a szelfizés. Hát, tudtam volna elsőre is, csak nem akartam felvágni, mint az a teknős képű ott baloldal. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process Saki made the portraiture beach. Hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Na most már akkor kimehetek kakilni, bocsánat, tehát köszönöm. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career. A magyar felirat azt írta, hogy a győztessel San Franciscóba repülünk, de ő azt mondta, hogy ő repül a győztessel San Franciscóba. Undorító. Career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max. You are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Igen, ugye az a fotópályázat neve, amire be akarja adni a képét, hogy hétköznapi hősök. De most tényleg hétköznapi hősnek kell lenni. Van valami foganatja, hogy most beszélek-e újra Kate-tel? Are you okay? You look pale. Kate, did we talk? Mi a helyzet, Max? Kicsit sápatnak tűnsz. Minden rendben. Megint két, na. Nem csúfolódunk. This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. Bocsi, de mennem kell. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Szívesen. Na jó, mentem Mr. Jefferson, vissza fog hívni mi, hogy adjam. Ah! Jó. Nem akarok kibújni a fotópályázat alól. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Nyilván már nem 7 évvel ezelőtt vagyunk, és a közönség nagy része nem szorul rá az élet tanácsaimra úgy, mint mondjuk 7 évvel ezelőtt, de srácok, ha valaki egy beszélgetésben idézetet használ, nyugodtan meneküljetek, jó? Tehát, hogy egy normális ember nem használ idézeteket egy átlagos beszélgetésben, ez az első red flag lehet, jó? Csak egy tanács. Go on. Don't let me stop you. Jó. Vissza tudok tekerni? Ja, hogy mit mondok neki? Ja, hogy ne fussak el. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid... Igen. És most lenyomom neki a John Lennon idézetet. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. Bocsán. I have faith in you. Mi van azzal, hogyha... Mi az, hogy fújmá szerenít? Mi volt a fújmá? Csak a csetre vagyok allergiás. Azt kérdezte valaki, hogy mi van azzal, ha valaki ezt idézi. Idézném Nessait, aki azt mondta, hogy ha valaki idézetet használ, meneküljek.
Az idézetnek számít? Egyébként igen. Ne idéz, csak használ. Na jó, mehetek. Kösz. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. I can't even get off the couch. When can you? God, I wish I could talk to somebody about this. But everyone would think I'm nuts. God, I wish I could talk to somebody about this. But God, I wish I could talk to somebody about this. God, I wish I could talk to somebody about this. Jó nap, bocsán. But everyone would think I'm nuts. Leave me alone. Ó, igen, a pósztert elfelejtettem. If I don't hurry to that bathroom, another girl will be in trouble. Ugye ott van kint. Amber. Vagy Rachel. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Gyerünk, közbe kell lépni. Reveal. What are you doing? Come on, put that thing down. Nem. It's happening again. People trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this. Ja, tűzjelző. Nyugi, nem rontom el. I need a hammer to break it open. Away from me, psycho. Holy shit, I can't let this happen. Oops. If I can reverse time again, I can help her. Itt kötekerem. Don't ever tell me what to do. I'm so csináld már. Nem tudom kijelölni. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody. Kalapács. Mr. Punk ass. Nem rontom el. Nem rontom. Oh shit. Régen is ilyen kurva béna voltam. Don't ever tell me what to do. I'm so nem tudom kijelölni. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Ja, már nálam van. Would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again. Ott volt a heréző, szép volt, Chloe. Régen kivágtam, igen, tényleg. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. Szép volt, Max. I just saw a girl get shot and then saved her. Ja, pillangó. What the fuck is going on? Szuperhős voltál. Freak out. Ja, végül is biztos nem para, ha felfedezed, hogy tudod irányítani az időt, akár tinirány, vagy akár felnőtt ember. Biztos higgadtan kezelném. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy, or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Mattson. The situation is under control. There's no emergency. Zigazgató. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Azt nem tudom, hogy ő szararc, akiről kiderül, hogy jó arc, vagy ő szararc és szararc. Arra nem emlékszem. Nem ő... Nem akarok fasságot mondani. Nem ő Chloe-nak a... Hold on, Max. Come back. Mindegy. Valaki ilyen, nem tudom. You look a little stressed out. Mostoha apja. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Hát visszatekertem az időt. Itt ilyen döntés van. Hát ha felnyomom Nathant, akkor azzal bajba keverem Chloe-t is. De amúgy a helyes cselekedet az lenne, hogy elmondom az igazat. Mert hazudni bűn, megtanultuk.
a Harry Potterből is. És azzal csak a saját félelmeimet nem merem kiadni magamból. Dobjuk föl. Dobjuk föl. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Ez nem Nathan egy idézet Prescott. Volt. Nekem minden mondatom egy idézet, you annyira sure? legendás. Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest Csak of the class. Csak több bürokráciába kevertem magamat. Of course this academic drone won't A választásnak következménye lesz. Owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Ah, és megint vissza lehet tekerni az időt, és akkor meg tudom változtatni a döntésemen. Pörgessük vissza. Nem akarom, jó lesz ez. Don't wander around here. Get on outside. Jól van, megyek már. Most nem akarok sokat izélni a döntéseken, mert hát ha legalább látok új dolgokat, amik nem úgy alakultak 7 évvel ezelőtt. Van valami. Ó, igen, Nathan, taka az igazgatóiba. Van valami bája ennek a játéknak. Nem tudom, hogy azért, mert tényleg ez volt nekem is az első ilyen stílusú játék, amivel játszottam, de hogy úgy szépek a képek, tök jó az aláfestő zene. És amúgy valahogy annyira ez már valahogy nem volt meg a folytatásoknál, még a Before the Storm-nál megvolt, azt még nagyon-nagyon szerettem, azt tudom. Biztosan nosztalgia amúgy, igen. Nem tudom. Csak így tök jó, hogy így 7 évvel később is rájövök, hogy nem véletlen szerettem. Rachel Amber. She looks so hopeful. Igen, Rachel. I wonder what happened to her. Vajon mi történt vele? Ja, hát nyilván Nathan ilyen nagyképű gazdag gyerek, azt mondta az igazgató is, meg az már így kiderült a félig hallgatózott beszélgetésből, ahogy Chloe-val beszélt. Befolyásos család sarja egy ilyen kisvárosban, a kivételezettekre más szabályok vonatkoznak. Hát túlságosan nem kell messzire mennünk, hogy hasonlóval találkozzunk. Szerintem mindenki az életében találta már magát olyan szituációban, hogy hiában van igazad, a rossz emberekkel sajnos, vagy hát a megfelelő emberekkel szemben nem lehet igazad. Ez érvényes lehet ilyen kis falus közösségekre, munkahelyre. Az élet nagy tanulsága, tudjátok. Vannak az egyenlők, meg vannak az egyenlőbbek. Cinci, köszönöm a gifted. Motaro, köszi a 26 hónapon. Balláb, köszönöm szépen a támogatást. És a visszajelzést, köszi. Diared, Norbi, Lacek, Mr. Laca, köszönöm. Jenny, Damaris, Sasa, Bad Boy, Sublexa, Barótia, Klaus, Sörény, köszi a 85-öt. Mézes Puszedli, Nike, Flora, nektek is még egyszer köszönöm szépen. Na jó. A szobor. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. I better read Warren's text before he blows my phone up. Na, Warren. Oh, Warren.
Mire kéne emlékezzek Warrenből? Ő egy kis nerd, aki nagyon rajong értem, ugye? Azt hiszem. Na. Haló, mi van? Mizu. Van kedved egy kávéhoz süli után? Kell valami jog, hogy nekem tanulnom. Légy szín. Nézd meg a nekromantikot a pendrive-ról. Halimed, meg akarsz dobni egy bulit? Na, öcsi, majd elmegyünk egy 101-es hogyan ne csinált képzésre, és akkor megbeszéljük, hogy... tehát ha leszínel a lány, akkor nem kell erőltetni, jó? Halimex, el tudod hozni a pendrive-ot? Kell egy kis info. Valaki? Sorry, sietek szűrű ez a naptali. A parkolóban szexi leszek, mint mindig. Én is mindig ezt mondtam magamról, amikor rondának éreztem magam. Okés, Tali a Parezba. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Jó. Napló. El kell vinnem a pendrive-ot Warrennek. Jó. Már emlékszem, hogy itt menni kellett a parkolóba. De amúgy emlékszem, hogy arra volt a parkoló. Merre van a parkoló? Nem baj, szétnézünk. Most nem kell kapkodni. Ki lehet menni az útra, nem ott tuti visszafordít a játék. Á, ott a parkoló. Hol van két? Kivel lehet beszélgetni? Hello! Brooke. A PC-n ez a kijelölés érdekesen működik. You wanna fly my drone? Aha! I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? Ne legyél már ilyen flagma. You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Úgy néz ki, hogy annyira nem voltak elterjedtek a drónok. Manuálisan kell mentenem amúgy? Nem, szerintem autószével a játék. Mizu, ti vagytok a cool arcok? Hey, Hayden. There she is. The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but... Hát egy kicsit pszichopata a srác, de... Na jó, köszi. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. Ő mennyire van beállva? Jobbulást. Nem tudom, mit szedtek, de... Mondjuk hallottam, hogy Nathan terjeszti a dolgokat. Csókolom, Mrs. Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Na, nézd meg a Jehova tanúja. Hát persze. Na, most egy petíció. Srácok, ez egy kis falu. Nem sokan laknak benne. Vannak fontos közügyek, amikről megkérdezik az embereket, hogy a közösségnek jobb legyen, hogy úgy alakuljon az életünk, hogy az a többségnek a javát szolgálja, ezért a petíciók fontosak. Nem érek rá, kösz. Well, I'm kind of in a rush right now. I don't really have the time. Too bad. Serious things are taking place at Blackwell, így and van. They affect you most of all. Így van. Így Come van. Back and see me when you do have time. Így van, köszönöm Promise? Szépen. Ott drónozott a tag a háttérben, amúgy láttátok? Na, meg akarom találni a többieket is. Ciao, te ki vagy? Hol van Dana? Vagy Dana? Daniel, az majdnem Dana, Dana. Mi volt a neve? Dana volt? Dana volt? Luke. Clever. Vortex Club sucks. Érted, mert Vortex beszívja. Nem látok több embert, aki így ismerős volna. Ott nyomják a deszkások. A Koleszhoz lehet menni, de akarok én menni a Koleszhoz?
Come on, Logan, bring it, bro. Emlékszem, hogy egy csomót sétálgattam én. De még el kell hozzam a... Várjál, nálam van a pendrive, vagy el kell hozzam? Tényleg, először el kell hozni. Ja. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Emlékszem már. Hello. Neked rémlik a hajad. Oh. Hi, Max. Jó fej vagy? How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria. Nem hiszem el, hogy a 7 évvel ezelőtti Nessai nem bullyingolta ezt a csajt amiatt, hogy hogy beszélt. Nem nézem ki magamból. Ennyire jó fej lettem volna? Vagy csak féltem, hogy milyen szarembernek nézni? Na mindegy. Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Good point. Now if you'll excuse me. Semmi gond. Tényleg nem akartalak zavarni. De bullyingoltam? Ezzel nem csalódtam magamba. Mekkora patkány vagyok. Na! A már bullyingolás. Szevasz, te szűzkúr. Na, mint... Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process... Ne haragudj, Victoria, nem értem, amit mondasz, mert olyan, mintha egy fasz lenne a szádba foly... Jaj, na ez... Yes, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Az old elbordáiddal együtt titeket csomagba lehet kibérelni, vagy hogy van az óra díjatok? Oh wait, hold that pose. Esküszöm, ugyanezt mondta annó is, én nem tudom. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it. Te vagy már egy vintage filter. Now, why don't you go fuck your selfie? Ne haragudjál, vintage filter, te önmagadba úgy nézel ki, mintha a 30-as évekből húztak volna elő. Hol vetted ezt a ruhát, bazzeg? Leárazás volt a használt ruhaboltba? Nem is tudtam, hogy van időgéped, Victoria. Add már kölcsön, jó? Melyik évszázadban volt a szar megjelenés a divat? Inspirálódnék szíved... Na jó, mindegy. A bullyingra nem megoldás, a bullying, fiatalok. Jó napot! Samuel Da Vinci, dolgozik az öreg. Ott van két? Hello! Na. Nem lehet interaktálni vele? Ó, igen, tényleg itt lejt valamit? Vagy valami lesz? Vagy leverik a kemény srácok? Mi van, ha beállok elé? Elkapom! Dobja, tesó! Hallod? Elkapom, akkor egyből randi. Van akkor... Látjátok? Ezért nem szabad bullyingolni. Hát szó szerint láthatatlan vagyok. Hát mi ez, ha nem kirekesztés a közösségből, bazeg? Itt állok előtt, az tudomás se vesz rólam. Nem lehet beszállni a játszóba. Damn, I missed something. I better rewind. De hát még nem történt semmi. Történt már valami? Hogy volt shift? Várjatok, nem vagyok buta, tudni fogom, hogy mit kell itt csinálni. Vízszivattyú. Ja, hogy ott be... le akarom frecskölni a csajokat? Vagy mit akarok csinálni? What the hell? Are you kidding? Mekkora troll. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. A kasmír. Jaj. You look great. I can't even. Mennyibe került a ruhád? Most azért, mert csináltam egy kis vizes pólóversenyt a kampuszon, nem kell ebből ekkora paládert csapni. Kéd. Tudod, az, hogy beszélges másokkal fontos. Nem vagy egyedül. Mármint, hogy for real. De most tudom, hogy ezt neked hiába mondom. De baszki, én nem lehet vele beszélni. Na jó. Izuri bancok, vizes már a kasmír.
She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. Ha. Még valamit csinálnom kell. A fejére nem tudom ejteni a vödröt valahogy. Már ott valahogy lehetett interaktálni. Ne aggódjatok, ugyanolyan hülye leszek a puzzle-ökbe. Csak régen kivágtam. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Uh-huh. I just want to get Victoria the hell out of the way. None shall pass. Igen. Capiche? A vödör. I can't grab that. Aha. Samuel is way too close. Jó, megjohnizzuk a vödröt. Mekkora? Okay, let's see if this works. De reszkessetek, betörők, ehhez képest az semmi. Így. What the hell? Are you kidding? Look at this. Zumendari kamandú kisasszony. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Igen. Ekkora troll ez a Max amúgy. Papja. Ugyan már, Victoria, lefogadom, hogy hozzá vagy szokva ehhez minden csütörtök délután a sulibuli hajnalán. Régi ne száj? Meg volt ez a poén, nem? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Don't mess with Max, bitches. Mi a baj, Victoria? Ez állítólag jót tesz a bőrnek. Hey, Victoria. What do you want, Max? A Missouri bancok vizes már a kasmír, elég erős merch felirat. Csinálunk egy merchöt csak lányoknak, ez lesz ráírva. Na, kinevetjük, vagy együtt érzünk vele? Jó, amúgy fura együtt kéne érezni vele. Persze azt még nem tudjuk, hogy együtt kéne érezni vele, és hogy majd még megsajnálhatjuk később, de... Együtt kell vele érezni. Együtt kell vele érezni. Gondoljatok arra, hogy az iskolai bulik is csak azért bullyingolnak másokat, mert valami baj van velük. De nem. Nem? Max-esen kell dönteni. Amúgy igen. Legyünk együttérzőek. Rendesnek kell lenni. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. Mondjuk én csináltam, de... It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. Yeah. He's one of my heroes. Thanks, Max. Aww. Nem is emlékeztem, hogy itt ilyen... Get me a towel before they hang a sign on me. Ilyen kis mini bonding van. Látjátok? Senki se reménytelen. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. Aww. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Amúgy igen, nyilván így a bullyingnak, meg az egymással való patkánykodásnak is rengeteg szintje van, de... Victoria probably played me. De pláne így fiatalkorban is. Szóval és ebben ez a szom... Tehát, az egész ilyen iskolai szintű tini bullyingban az az egyben szörnyű, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzam, hogy aki bullyingol, egyébként az sem fogja fel a súlyát, és egyébként ezért kell róla így beszélni, hogy mindenki így az iskolás létébe így csinált ilyen patkányságokat. Nyilván, amiket így hall az ember általában, azok ilyen nagyon durvák, tehát nem ezekre gondolok. De hogy így gyerekkorban az ember nincsen
nincsen képbe azzal, hogy így mennyire meg tudod bántani valaki másnak az érzéseid, hogy az az ő személyiségére milyen nagy hatással lehet. Nem tudom. Szóval annyira furcsa dolog ez, hogy hogyha a buli oldaláról nézed, ő valójában valószínűleg csak be akar illeszkedni a saját társaságába, akarja megerősíteni a saját pozícióját, hogy igen, én jó fej vagyok, kemény vagyok, nézd, van valaki, akit le tudok nézni magam alá, és ezt csak azért mondom, hogy ott sem az eredendő rossz dolgozik, hanem neki is van valami komplexusa, amit ki akar magából dolgozni, csak nem is tudja, hogy ezzel valaki másnak az életét meg tönkre teszi, gyakorlatilag, akinél meg rátapint egy olyan gyengeségre, amit ő maga meg el akar maszkolni. Most félre ne értsetek, nem védeni akarom a bullyingot, bazd meg, tehát véletlenül, csak hogy mindennek oka van. Nem azért van bullying, mert az egyik ember rossz, a másik meg jó, hanem nem tudom, ilyen furcsa társadalmi struktúrába, te hangos őrült vagy, vagy csendes őrült vagy, inkább pont abba kellene belegondolni, hogy mindenki találhatja magát a fasznak a másik végén. Most pont, hogy ilyen, bocs már, hogy ilyen puritánul fogalmazok, de hogy aki egyik pillanatban buli, azután egy másik társadalmi struktúrába, másik osztályba, másik iskolába, egy munkahelyen ugyanúgy találhatod magad a másik végén a dolognak, és így minél előbb bedolgozod az agyadba azt, hogy igen, nagyon könnyű más kárára viccesnek lenni, hogy saját magadat megerősíts, de nem éri meg igazából, mert nem tudhatod, hogy ami neked vicces, az a másik emberbe egy mennyire komoly törést tud okozni, és nyilván felnőtt emberként azért nehezebb akkora törést okozni a másikban egy ilyen viccel. Egy gyerekként meg az ember még nagyon bizonytalan az őt körülvevő világban, és ezért sokkal könnyebben tudsz olyan dolgokat csinálni, ami neked csak egy vicc, hogyha, és most ez erről jutott eszembe, hogyha oda jönne hozzád a másik, akit éppen bullyingoltál, hogy egy ilyen helyzetben és együttérzést tanúsítana, lehet, hogy tök jó haverok lennétek. De nem tudom, hogy mi erre a megoldás. Tehát, hogy kicsit ez a gyerekkornak a része, és még mindig amellett beszélek, hogy a bullying elfogadható és oké, okay, hanem, hogy egyszerűen természetes módon megtörténik az, hogy fiatalkorban nem tudjuk magunkat hova helyezni, és ha nem nevelnek meg minket a tanáraink, a szüleink, hogy nem más kárán akard a saját érzelmi világodat megerősíteni, akkor természetes módon kezdesz el kísérletezni, és a bullying egy nagyon-nagyon könnyű út arra, hogy megerősítsd a saját komplexusaidat, már hogy ellentarts neki, a saját bizonytalanságaidat. Mert néha szeretek ezeken gondolkozni, bocsánatot kérek, lehet, hogy senkit nem érdekel, de hogy ez egy ilyen érdekes dinamika. Teljesen elkerülni nem lehet a bullyingot valószínűleg, csak hogy oda kéne figyelni erre nyilván a szülőknek, meg a tanároknak, akik napi szinten érintkeznek a fiatalokkal, hogy hogyan lehet ezt időben megakadályozni. Az a baj, hogy nyilván elég sok idő eltelt, mióta ugye én így ilyen iskolai, gimis közegben mozogtam. Ez az online cuccal, ez vitte olyan szintre szerintem ezt a bullyingot, hogy így szörnyű, mert egyszerűen nincs már menekvés, tehát hogy hazamész az osztályból, és akkor a Facebook csoportba, vagy jó, nyilván nem használnak a fiatalok Facebookot, Instán, meg ilyen helyeken is folytatódik ez az egész, és az meg sokkal nehezebben ellenőrizhető. Tehát még csak egy iskolai közösségen belül, mondjuk egy osztályban volt ilyen, mondjuk egy tanár tudott ezen segíteni, vagy egy szülő. Most már csak a szülő tud nevelni, hogy ilyen ne forduljon elő, meg hát el tudja mondani a influencer a jobb felső sarokba, hogy gyermekem, ne bullyingoljál, mert szájba rúglak. Nyilván viccelek, tehát hogy nem így kell, de értitek. Na mindegy, bocsánat. Szeretek ilyeneken gondolkozni. Pláne, hogy nyilván szülőként engem is érinteni fog hamarosan. Persze, nyilván ez mindenki múlik, tehát hogy azért mondom, ez egy komplex probléma. A bullying az jelen volt 200 évvel ezelőtt is, meg 200 év múlva is jelen lesz, csak különböző szintjei vannak, és nyilván tenni kell ellene, hogy ne harapózzon el túlságosan. Szerintem a bullyingon nem fog változtatni, ez igen, olvastam, hogy most be fogják vezetni, hogy nem lehet telózni az iskolába.
Szerintem az nem baj. Bár mondjuk szeretném látni azokat az iskolákat, ahol fel van készülve. Menjetek, ribancok, jó? Siessetek, mert szárad a kasmír. Szóval alapvetően szerintem egy jó dolog, hogy nem lehet telózni a suliba. Tudom, most kis csimotáim sírva fakadnak. Csak hogy így az iskolarendszer nem tudom mennyire van rá felkészülve, hogy így odaadnád a portásnak a telefonodat, és így ki fogja ellenőrizni, ha egy telefon eltűnik. Szóval inkább ezt a részét érzem neccesnek. Szerintem az nem baj, hogyha rá vannak kényszerelve a fiatalok, hogy szociális közegben szocializálódjanak, ne a telefon nézzék, azt szerintem egy tök jó dolog. Csak így, majd a gyakorlati részére leszek kíváncsi, hogy ezt hogy lehet effektíven megoldani, mert a fejlettebb oktatási rendszerekben szerintem, meg fejlettebb régiókban ez már tök jól működik, de hogy Magyarországon hogy fogják megoldani, ez jó kérdés. Jövök már! Egyszer elkezdek beszélni, sosincs vége, tudom, kussoljak! Na, nem tudom, melyik volt a szobám. A gitár. Játszani is fogsz, haver. Guszti, az a baj, hogy délelőtt annyit játszottam nővéreddel, hogy kicsit elfáradtam. Azon csodálkozom, hogy ennyit tudok beszélni, mert rendesen megdolgoztatta az állkapcsomat, de ő is az övét legalább, tehát hogy ebben ferek voltunk egymással, de igyekszem, ne haragudj rám. Na! Jött egy SMS anyutól. Boldog szülinapot, Maxin! Á! Itt volt a 18. szülinapja. Szeptemberben, de most már október van. Max, az igazgató írt, hogy valami ösztöndíjas gyerekről meséltél történeteket. Igaz, ez az igazgató szerint nincs rá nagy esély. És hogy fél, hogy sztorikat mesélsz. Aha. Köszi, hívj fel, amint tudsz, megbeszéljük, anyu. Na, egyből köpött a diri. Looks like Dana left me a little post-it note. Dana a szobatársam. Messzáj, ez hiteles volt a bullying beszéd után. Sörény. A saját közönségemet agyon bullyingolhatom, mert ők is ezt teszik velem. Ez más, mint hogy belefosol az osztálytársadnak a kakaós tejébe, jó? Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Nem arról szól a bullying ellenes beszédem, hogy ne védd meg magadat, hogyha patkánykodik veled valaki. Csak hogy a saját komplexusaidat ne azzal maszkold el, hogy másból viccet csinálsz. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Kifosod bele a tejedbe? Emlékeztem, hogy meg kell locsolni a virágot, látjátok? Nekem senki, én mindig a rossz fiúkkal barátkoztam, de ezt már elmeséltem nektek sokszor. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? Aww. I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Nem is emlékszem. Én nem is emlékszem most Max meg Chloe kapcsolatára, most ők el vannak távolodva egymástól. Nagyon szoros gyerekkori barátok voltak, de aztán így eltávolodtak egymástól, hogy Chloe menő gyerek lett. Talán el is költözött, mert tökre nem emlékszem rá. Muzik! Én nem voltam rossz gyerek, én csak a rossz gyerekekkel barátkoztam. Maci! Ahoy, Captain. Kapitány. I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Tükör selfie. Nagyon jól csinálod meg. Király lett a tükör selfie. Annyi, hogy mostanában már úgy csinálják a social médiában, hogy bugyiban kell lenni közben. És az arcot ki kell takarni, majd utána fel kell háborodni, hogy undorítóakat kommentelnek alá az emberek. Bár nem fel, bár egyébként nincs igaz az embereknek, tehát azért, mert ribancos fotókat töltenek föl a figyelemért lányok az internetre, nem kell alá kommentelni a kurnának, de mindegy, ez megint egy hosszabb beszélgetés. Hol vannak ezek a képek? Egy haverom kérdezi. Santoro, nyisd meg bármelyik social médiát.
Nem lehet még egyszer megcsinálni a falfotós képen? I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Nem lehet átöltözni. It's not exactly voltak ilyen előrendelői print, ruhák, nem? No, vagy az még nem az egybe volt? I like my wardrobe. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Igen, egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy mennyire folytják meg a hobbidat otthonról. De legalább megszett támogatják. Before the Storm-ban lehetett öltözni, ha? Az a baj, a leányzó leül gitározni képről mindig a Last of Us jut eszembe. Már tönkretette nekem ezt a művészi képet a videójáték univerzum. Sajnálom, hogy félbeszakítottam a nótánt. Na, pendrive. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Max, jó, ezt most ne üssük be a Google-be, hogy vajon ez az oldal létezik-e, ha rám hallgattok, de... Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Warren nagyspan. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Nem tudok vibe-olni így a fotózás iránti rajongással, de he could truly freeze time. Mindig tisztelem, hogyha valaki tud valami iránt ennyire lelkesedni. Jó. Na, fixen nem tudom, hogy hol a pendrive egyébként. De rá fogok jönni. Ne segítsetek, mert rá fogok jönni. Tudok feküdni. Feküdj le. De csak ennyire. Várjál, mi volt az üzenetbe? Szerintem nem is ebbe a szobában van. Csak Dana-nál leakadtam. Looks like Dana left me a little post-it note. I borrowed your drive. Oh, igen. Elkérte. Great. Azért now megvan. I have to go get the flash drive from Dana's room. Jó, rájöttem. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Na, balhé van. Ja, nem a szobatársam. Jó, és akkor most el kell csaljam a csajt innen, ugye? Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. Bezártad? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Ez a Dana. Why do you care? Hívjuk csak Danának. Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Kovács, Lakatos, Olson. Juliet Olson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. Jó, hát nem figyeltem itt. Juliet Watson. Tudtam, hogy Watson, nyilván, nyugi, tudom. Hát tudom, mi a neved, hát figyelmes ember vagyok. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Ja. Légy kedvesebb, Juliet Watson. Juliet Watson, you be nice. Orsós. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course. Persze, hogy tudom a nevet. Hát te vagy a kedvencem. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Aha. Unbelievable. Hát ez a Dana. Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria. Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go.
straight to hell. És arra nem gondoltál, hogy Victoria hazudik, babám? Tehát, hogy nagyon aranyos vagy, de hogy... I'm not letting her out until she tells the truth. Aha. Jó, nyugi, megoldom. Hát fixen kamu az információ egyébként. Hogy oldjuk föl ezt a szitut? Hát szólok Victoriának, hogy nem már, ne hazudjon már, és akkor... Jó, nem, akkor nem így. Akkor... Kitalálok valami mást, hiszen én vagyok az időpörgető. Imádom, hogy izé, Dana meg onnan panaszkodik hátulról. Juliet Watson. I'm flattered. Itt már nem is volt opció. How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything mm-hmm. to date According to Victoria. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once... Jó. A problémát értem. Be kell bizonyítanom, hogy Dana ártatlan. Bebizonyítom, ő csak a Zoltán. Na, húzzuk meg a tűzjelzőt, az mindenre megoldás. Nem lehet térdel lőni? És akkor beenged fixen. Itt a izé, itt a kolompár Megatron nem enged be. Nem, az erőszak nem megoldás. Na jó, be kell bizonyítanom, hogy Victoria kamuzik. Hát ehhez mondjuk nem ártana Victoria. Mi van budipapír? Budipapír háború volt, be tudok menni valamelyik szobába? Mennyi időt baszhattam el itt, és... Ah, itt van Victoria szobája. Na figyelj már, kicsi! Na. Intézem. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Így van, teljesen igazad van. De amúgy ez így mennyire fair, hogy így bemegyünk embereknek a szobájába? Csak kérdezem, tehát hogy nem az, hogy... Gond, csak... Így érdekes. Na, törjük fel a laptopját. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Miért vallod be egy e-mailben, egy másnak küldött e-mailben, hogy felültettél valakit a pasiával? Jó. Kinyomtatjuk az e-mailt. Úristen, very retro. Dana is elment a tiédbe elcsorni a pendrive-ot. Jó, fair enough. Várja, hol a nyomtató? Vittem. This better convince Juliet that Dana is innocent. Zsír. És még le se buktam. Na, figyelj, kinyomtattam ide neked betűket. Itt a bizonyíték. Juliet, read this. Course. Hát persze. Ez egy teljesen reális szenárió. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. Nem szabad féltékenynek lenni, butaság. Still love me? And you do my laundry. A fiúk sosem lépnek félre. Ezt mindenki tudja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Behívott? Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Szia, ne szaj vagyok. Bemutatom, hogy csajoznak a 18 évesek. Szia, ne szaj vagyok. Na, jó a csöcs. Nyugi. Ez egy komoly videójáték. Hey Dana, seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Hát csak mérges volt. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria.
Zachary should worry too. As if I'd let that ego case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Igen, ilyenkor jön a realizáció. Mire gondolsz? Hogy Warrennak tetszem? Dehogy is, csak barátok vagyunk. Most azért, mert megírja a leckémet, ágyba hozza a reggelimet. Csak barátok vagyunk. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Én csak hagyom, hogy jó barát. Nem akartam visszatekerni, bocsánat. Szóval mi csak jó barátok vagyunk. Bocsi, csak végpörgetem újra, hogy koma legyen meg. Max, you're... What do you mean? Oh, nothing. Yeah, okay. Are you blushing? Nem pirultam el. Tökre csak barátok vagyunk. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Dana, most hallottam, hogy egy új típusú számítógépes vírus terjed, ezért le kell ellenőrizzem a laptopodat, jó? Igen. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million igen, friends. Be kell menjek so a galériába. A mi ez az XXX mappal yes, levédett so jelszóval? Ez csak ezt az egy képet lehet megnézni, na szép. Lehet csekkolni a pendrive-ot. I better make sure everything is still in there. Aha, nézzük csak, I mi van a Max mappával. Forgot to hide the party buster folder. Múzák. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Na, van önbecsülése, nem nyitja meg. Furcsa tudományok. Ja, várjál, itt van magyarul. Legjobb tévésorozatok, hangfelvételek. Abban mi lehet? Randomok, nem letöltött, a parti vadász Max. Egyáltalán nem creepy. Fiatal srácok, akik esetleg valamiért rátaláltok erre a streamre, ne adjatok a crushatoknak egy pendrive-ot, amin van egy nevével fémjelzett mappa, jó? Tehát eléggé creeper vibe-ot ad szerintem. Nem tanácsolnám. Így hirtelen én nem tanácsolnám ezt a megoldást. Ráérek, egészen tetszik ez a parkoló, el vagyok, számolgatom az autókat. Na ez egy jó üzenet. Így van, nem azt kell írni neki, hogy gyere már, vagy hogy rád várok, ez a passzív agresszivitás, ez legjobb, best EU. Én általában csak így beszélek sörénnyel, nem mintha ez egy párhuzamos példa lenne, csak ha már itt van, akkor meg tudja erősíteni. A passzív agresszív kommunikáció teljesen jó. Főni néz szét rendesen. Ó, most nehogy már most azért fogtok cseszegetni, mert nem találok meg mindent. Nem is volt célom. Majd megbeszélünk úgyis mindent. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Nem vagyunk egy pár sörénnyel, ő csak az én Warrenem. Remélem már elment. Ja, nem itt van. Mehetünk, így megyek, meg szia sörény, hello. Na. Irány a parkoló. Fuck this shit. Na. Nincs kivel labdázni a fiúnak. Elkapom! Ja, vigyázz! Alyssa, move your head. If you insist, Max. Sokkal jobb. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Így van! Nagyon ügyes vagy, Max! Ahelyett, hogy valakinek egy teljesen ártatlan fejbedobást okoztál volna, amivel gyakorlatilag semmilyen maradandó fizikai vagy szellemi sérülése nem lenne, okoztál egy több százezer forintos kárt egy középületen. Tapsoljuk meg, hölgyeim és uraim! Max Caulfield, a helyi hős. Gyönyörű. Max, that was awesome. Thank you. That was close. Jock assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? They're smart. Mindenki be akar lépni a Vortex Klubba. Now I have to finish this stupid book.
Na mi a baj, sextinges csóka? Zakariás. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Én is ezt szoktam mondani mindenkinek, aki oda jön hozzám, megértelek. Én csak Schofieldnek hívom, igen. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Basszus, erre nem emlékszem. Hát amúgy szívem szerint beavatkoznék. Most minek csináljak képet? Persze a kép az terhel... Nem, az egy meggondolatlan lépés lenne, mert ha beavatkoznék, akkor nem lenne bizonyíték. De ha nem avatkozom be, akkor meg nem fog tudni róla két, hogy segíteni akarok neki. A chat képet szeretne, jó? Legyen így. Legyen, amit mondok. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Fuck! Féravi! Jesus Christ! Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Azt megyünk is! Hát itt a chat fixen félrevisznek. Tönkre akartok tenni. De a kép megmarad, ha visszatekerem? So don't think I'm blind. I see. Nem marad meg? Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Ay, ay. Elveszik a kép. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. Most nem tudom, mit csináljak. Anytime, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Baszeg, nem tudom. Maybe I should rewind and mind my own business? Most teljesen összezavartatok. Megvan-e a kép? Nem tudom, hol tudom ellenőrizni a képeimet. A naplóban vannak a képek? No. Ezek a képek? Jaj, ne, ez is spoiler. Jó, így. Hosszú távon a kép jobb. Na, baszeg. Ez így nem jó. Nem szabad úgy videójátékot játszani. Nincs meg a kép. Múltkor a kép volt, szóval most ez jó lesz. Úgyis mást akartál. Jó. Hogy emlékeztek, hogy mit csináltam 7 évvel ezelőtt? Nem, ha rátok hallgatok, még rosszabb. Abban sem tud a chat megegyezni, hogy megmaradnak-e a képek. Régen is beavatkoztam. Én nem tudom. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Így van. Jó, az volt az első ingerenciám, hogy közbeavatkozok, az a helyes döntés. Aztán majd megbánom. I don't get it. How could Zack and Victoria do that to me? Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Na. Sajnálom, hogy sorry így alakult. I had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later.
Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zachary? Kemény dolog ez a gimnázium. Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. Hát itt a rivancok rárepülnek mindenre, ami mozog, srácok. Vagy lányok. Itt nagyon kell vigyázni. Közel kell tartani a húsfesztivált, mert hogyha szabadon hagyott falatok vannak, egyből rámennek a fasírtra. I don't feel like talking now, Max. Kitartás. De ó, ki vannak rakva az eltűnt személyi poszterek. Yo, Max, check it out. Na, szevasz! Figyelj, Warren, most hagyok neked 5 percet, hogy arról beszélj, hogy mennyire csodálatos vagyok. And there's Warren. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. Aww. No problem. Saggy. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Hmm. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Megnéztem a filmeket? Na, várjatok. A 7 évvel ezelőtti Nessai biztos, hogy shippelni akarta őket. Nem? Fene tudja. De most ki kell őt törjük a friendzone-ból. Nem tarthatjuk őt fogva. Nem tarthatjuk őt fogva a friendzone-ban. Nem értem rá. No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, Drama Queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust. Amúgy jól hangzik, de most már megyünk ezzel. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. How so? Sensitive usually means won't be having sex with you. Oh God! You need a sensitive one to kick your ass. If I was lucky, got him. Hip and fast. We should cruise out in my car to an actual movie this week. Teljesen tudja, mi a helyzet. Ja, ezt akartam. Így van. Így van. Pontosan erre gondoltam. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons photo groupies? Uh-oh. I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. Így járta, öcsi. You best tell me what you told the principal? Now. Mit mondtam az igazgatónak? Answer me, bitch. Az igazat mondtam. Na, mit csinálsz? Pakoljál föl! I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. Mi nem így volt? And did what, give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Azt hiszem lett egy ellenségünk. Zsaruk jöhetnek? I could call the police. Do it! The Prescotts own the pigs here. Get away from her, dude! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! Kurva anya. Chloe! Max? Yay! Chloe? No way. You again. Warren! Oh, go! I got
ekkorában van az öcskös. Ne hagyjuk itt az öcsköst! Öcsköst ott hagytuk bogzsáknak! Haló! Nézd meg, a gyereket ott hagyták! Persze, hát gyakorlatilag megállt segíteni, megverette magát a tag, azt ott hagytuk. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Reunion. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hát tudjuk, hogy mit akar tőlünk. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. Ja, ezek után azért ne haragudj, most nem akarok vulgáris proli lenni, mert azért ez mégiscsak egy mély játék komoly érzelmekkel, de valamit, tehát egy petting vagy valami azért, tehát hogy megérdemli az öcskös. Mekkorát ment Warren? Hát ezek után én feleségül mennék hozzá. Mekkora spíler volt. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. Ez a cucu itt van a streamen, bocsánat, hogy megállítom, ő lesz a belső hangom, tehát ezt nem én mondom, hanem cucu a cseten. Igen, ezek után egy öblöset megérdemelne az öcskös. Tehát cucu lesz a belső hangom, jó? És akkor nekem nem kell hülye vicceket mondani. So I guess Seattle sucked hard? Ja. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely. Out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Ezre a válaszra nincs gyomrom rányomni. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Ez kínos, bocs. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. But you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. De most már együtt vagytok. Nyomjatok egy D&D partit. Vagy egy közös fotót. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Okay. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Nah. Nyugalom. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. A pecó. A híres pecó.
Adom ezt a lázadó szobát. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step Führer makes sure of that. Step Führer. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Na. Aha. Ott medikétel, Chloe. Nem ítélkezünk. De szégyeld magad, fúj. Na, kutassuk át a szobáján. Ott a fotó. Aha. Yep. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. Ah. After my dad died. Nem tudtam, hogy ő rakta ki a posztereket, basszus. Rachel saved my life. Pedig persze logikus, csak ez így eszembe se jutott. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had múlt Rachel. Idő. Azt mondta, hogy sosem felejtettelek el. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Hat hónapja tűnt el. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Shots fired. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Jory, Chloe, Bazin. Can you put on some music now? Tudsz, hogy read the room, viselkedj. Csak megfelelő időben kell puffogtatni. Ja, itt vannak a pószterek az asztalán. So it was Chloe who printed all those flyers. Ja, mindjárt berakom a zenét, nem kellemetlenkedek. Ablak. We used to dare each other to climb down, but never did. Persze, arra való az ablak, hogy kimász. Jó, ide kell majd berakni a lemezt. Nem szét akarok nézni, ez elosztó. Megcsináljuk a hangulatot. Vidító hangulat. Nagyon jó. Igazi parti animál vagy, Max. Kutasd át a fiókját is. Ez teljesen korrekt. Milyen cuki, hogy megtartotta a gyerekkori rajzokat. Kutasd át a bőröngyét is. And it reeks like dirty laundry. Gross. Jó, hát mosni nem szeret. Szép volt, gyönyörű. De gyönyörű a szép hógömböt összetörni. És most, ha megint csinálom, megint leveri? De fúj, hülye vagy. Tehát ez teljesen speciális a leányzó. Hát hozz már egy létrád. Oh, this is a flashback to Eve. Our super secret closet lair. Persze, amúgy megvan a CD, csak... Átkutatom. Anarhiás pólók. Hát punk lett, na! Túl sok Alvint hallgatott. Akar még beszélni amúgy? Max, the silence is killing me. Jó. Music. Must have music. She looks super happy. She looks super sad. Max, arról el kellene kezdenünk beszélgetni, hogy miért érzed szükségesnek bármilyen szobába belépsz, hogy átkutassál mindent. Tehát, hogy... She looks super stoned.
Nekem nincsenek ilyen szelfiei magamról, de nem ítélkezek, nem ítélkezek. Pont 4 óra 20 perc van. Kleptomán egy kicsit, de... Két. Köszi még egyszer a segítséget, nincs mit. Ez az. Nagyon jó. Várja, Viktóriától is jött egy Twitter. Köszi, de azért nem vagyunk barátok. Bicsi.
aha, a kamerákra. Azért rém lett. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Ő csak vigyáz magára. Reméljük nem a pisztolyokkal lő ide célba. Na jó, kapcsold le. Drága az áram. Amúgy sincsenek befizetve a számláink. Ennek következményei lesznek. Minek, hogy kinyitottam a izét? Decisions, decisions. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? A hálószoba is be van kamerázva. Hát! Na most erre több magyarázat is lehet. De inkább nem mondok semmit. Jó, ja, és a térkép a lényeg. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Mit akarja bekamerázni a sulit? Milyen törvények vannak erre vajon, hogy mit lehet bekamerázni, meg mit nem? Márhogy így közalkalmazotti közoktatási intézményben. Nem lehetnek kamerák az iskolákban? Vagy csak bizonyos helyeken lehetnek? Hát nyilván nem a mosdót, azt így nem, de hogy... These are way too big. I need tiny tools for that camera. Too big. Neki tényleg kicsire van szüksége. Egy kis babkonzerv. Az mindig jó, ha van. A kijáratokat Shit. Lehet kamerázni. Aha. Butterfingers. Szép volt, Max. Jó, hát most azt így ne ejtsd bele inkább. Hogy tudom nem lejteni, de miért ejti le, hogyha megcsinálja kétszer? I wonder what's in those files up there. Nem tudom utána visszakeresni, miután átnéztem. Amit, hogy visszatekerni. Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Igen, ugye kétről vannak fotói a csókának. Nem véletlen volt a balhé. Jó, hát most az információt tudjuk, elrakni nem tudom a képeket. Nothing. This is so lame. Nálunk a suliban a folyosón végig van kamera. Az új státusztörvény szerint lesznek a tantermekben is. Nem tudom, hogy hogy vagyok ezzel. Ez egy érdekes kérdés. Szerintetek gáz, hogyha egy iskola be van kamerázva? Szerintem... This is so lame. Szerintem nem. Vagy igen? Sose gondolkoztam ezzel. Szerintem nem gáz. Mármint, hogy nyilván kőkemény ellenőrzésekkel, meg törvényileg szabályozottan kell ezeket a felvételeket kezelni. De nem tudom. Most így gondol, mert sose gondolkoztam ilyeneken, tehát hogy... Szerintem nem. Attól függ, hol. Tanteremben az. Pedig szerintem most nyilván... Inkor mindig az emberiség legrosszabbjai jutnak az eszembe. Szerintem nem gáz, hogyha a tanteremben van kamerázva, mert a tanárnak meg a diáknak is úgy kell viselkednie, hogy az be legyen tartva. Nem? Most akinek nincs mitől félni, az mél fél, hogy be van kamerázva. Én most nem amiatt, tehát hogy a passz, hogy be van kamerázva és puskázol, nem emiatt. De mind a tanári, mind a diák túlkapások miatt, amiről sajnos azért lehet hallani, amiatt most az, hogy valaki puskázik, meg izé csókolózott a pityuk a Julcsikával a hátsó padsorba, most az kit érdekel, de hogy ilyen komolyabb dolgok miatt, túlkapások, lopások, ilyen miatt szerintem az a gyereket meg a tanárt is védi. De lehet, hogy fasságot mondom. Akkor a tanáriban is legyen kamera. Hát minden ilyen nyilvános helyen, hát nyilván mosdóban meg öltözőben, ne? De miért ne? De biztos van rá érv, hogy ez ilyen szabadságjogok, ne szállj, ha pedig engem ne kamerázzanak, de hogy ez egy nyilvános intézmény.
Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Nem baj, ha az udvaron van kamera, de a teremben baj, ha van. Aha. Úgy néz ki, hogy ez a surlódási pont, hogy a tanteremben egyesek szerint inkább ne legyen. Nem tudom, engem szerintem nem zavarna. Bár, hogyha visszagondolok fiatal éveimre, én is maradtam ott tanítás után a tanteremben. De szép évek voltak. Hát felőlem aztán előkerülhettek volna azok a felvételek. Egy pár puszika elcsattant. Hát na, most mi van abba? Ott írtam a matekházit, igen. Kedves osztálytársnőmmel ott írtuk a matekházit. Nem te mondtad, hogy felgyújtottátok a függönyt? Ezt bezzeg megjegyzitek rólam, hogy egyszer felgyújtottuk a függönyt. Most az nem ilyen egyszerű volt, hogy felgyújtottuk a függönyt. Kísérleteztünk. Hát most nem is tudom, hogy szúnyogírtó volt az, vagy valami izé. Most az egy kísérlet volt. Tudományos kísérlet. Hát most egyszer. Nem lett senkinek semmi baja, nem volt olyan gyúlékony ez a függöny. Most jó, de hát amúgy tudták, hogy mi voltunk, szóval nem kellett hozzá kamera, lehetett volna. No password. Like it would help me find tools anyway. Jelszó. Add ide, hát kitalálom. Jaj, na kicsit elkanyarodtam, még mindig apró szerszámokat keresek. Boom, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Akkor leverjük. Bingo. That was very smart, dumbass. No can reach. Most mi az, hogy nem éred el? Hát ne legyél már nyomorú. Mi az, hogy nem éred el? Most nehogy már oda ne tudjál benyúlni. Hát hozzá egy partvist. Let's see. The tools are stuck, out of reach, and no way in hell to get them. Hát most ne legyél már életképtelen, lányom. Man, I should have done that before they fell. Awesome. Tök hülye ez a nő. Menjél vissza. Ó, menjél még vissza. Ez az. Jó, akkor told be most. Hát ugyanúgy ki lehet pöckölgetni azzal a kartonpapírral, most ne mondjátok már, hogy nem. Édes Istenem, világtalan fiatalok. Hát most ne mondjátok már, hogy nem tudná kipöckölgetni, hát simán megfogod, hát... Most ti soha nem ejtettetek be semmit az asztal alá, vagy valami? Kanapé alá. Mit tudom én. Ezt ki lehet onnan pöckölgetni. You have mad skills, Max. Igen, Max. Annyira skilles vagy te, tényleg. Na, 40 perccel ezelőtt, mielőtt elkezdtünk az élet nagy dolgairól beszélgetni, amúgy mi az anyámra kellettek a szer... Ja, meg akarom javítani a kamerámat. És hol akarom megjavítani? Fent akarom megjavítani a kamerámat, jó? Nem égettem le az iskolámat, nyugi. Lefagyott a chat? Szabad vagyok! Lefagyott a chat? Lefagyott a chat! Na! Ez az, akkor beszélgessünk a hüvelygombáról. Lányok! Semmit nem tudok róla, tehát hogy... Na mindegy. Vajon mire gondolhatnak most? Magányosnak érzem magam. De látjátok, nem csak Max, és nem csak sokan mások érzik magukat magányosnak. Látjátok, én is a híres, gazdag, jóképű, szimpatikus és szerény streamer is magányosnak érezheti magát, amikor elmegy a chat, és nem látja, hogy mit írnak neki drága rajongói. Nagyon-nagyon rossz nekem. Úgy tényleg, az egész OBS-em lefagyott? Nem, az OBS megy. Semmi gond, matematikus vagyok, és számítógép szakember. Ha megnyitom a Twitch-et, megy a chat? Ja, hogy ti itt fájtoltok. Persze, érezzétek jól magatokat, egy kurva szót nem szólt hozzám senki a chatembe, az meg csak így fájtolgatnak. Jó, ezért fagyott le. Persze, hát érdekli szerinted a nézőket, hogy miről beszélsz? Persze,
Nagyon jaj, de megijedtem, Windows hang. Yes. Igen. Chat. Persze, hiányoztam nekik. Jajaja. Úgy. Visszatöltöttem, tessék. Látjátok, YouTube nézők? Ilyen köcsög az össze, mármint... Igen, na akkor köszönjük meg a donation-öket. Most már látlak titeked. Mongufta Family, köszönöm szépen. Kalapos Juli, köszönöm a cheert. Life is Strange végigjátszáskor ismertelek meg YouTube-on kis nebulóként, azóta találkoztam veled, érettségiztem, és támogatni is tudlak, örök kedvencem lett a játék. Hát így bezárul a kör. Tehát egy csomóan ismertetek meg a Life is Strange-el, és most már egy csomóan meg is utálhattok általa. Ez így life cycle. Köszönöm szépen. Juli, nem akartam visszatekerni az időt, Maximus. Mézes Puszerli, Shubidubi, nem, Shibudibu, köszönöm. Technoid, köszi a feliratkozást. Boldizsár, Yeezy, Hiana, Okos Martin, More Power, Niki, neked is köszönöm szépen. Dianás Cukorka, Cinci, Három a Balláb, és Motaro, köszönöm szépen, srácok. Keretes szerkezet, így van. Na. Jöttünk szerelni. Where the fuck do I szerelem a kamerámat? Mármint nem tudom, hova rakta a jánya kameráját. Nálam van a kamerám? Vagy kiraktad valahova? Ah. Le voilà. Szerelem, szerelem, de nagy baj vagy nekem. Szerelem, szerelem, a kamerát szerelem. So? Na, Mizu, Chloe. I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? Uh-oh. You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. Oops. Chloe, nem hülye. You had to save my life. Now tell me the truth, Max. Nyilván nem hazudok neki. I was there, hiding in the corner. Damn, you were a ninja. A ninja, ninja. Would cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Hát, nem sokat. Just a bit. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Mármint, hogy melyik részét? Hát a Dilinek beköptem, de... Absolutely. Nathan Prescott had a fucking gun on you. Gutless prick. That was scary. Who did you tell? The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Azt amúgy azóta se értem, hogy hogyan látta a pillangót, miközben Nathannel veszekedett, majd pisztolyt nyomtak a hasához. A pillangó pedig amúgy kirepült. Nem repült ki a pillangó, mert ott volt a mosdókagylón a pillangó, amikor kisétáltunk, ha emlékeztek. De egyébként jogos, hogy hogy látta a pillangót. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Azóta se raktunk be zenét? Vagy beraktuk a zenét, mielőtt lementünk? I know it was your birthday last month. Aww. This was my real father's camera. I want you to have it. Aww, erre nem is emlékeztem, pedig ez egy rohadt fontos pillanat. I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it. Ezért rohangáltam a szerszámokkal. Now I know it'll be used awesomely.
And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way. Ezért kell újra játszani, hogy ezekre emlékezzünk. Így is van! Na! Csavarja alá, dob le a texti... Dilisz be, így is van! Tedd alá, mehet egy kis System of a Down. Iron Maiden. Baszassuk neki kőkeménybe, azaz! Nem egy Skrillex, de... Baszasd alá a copyrightot, így van! This song fucking rules. Can't dance, hippie, come on! Dehogy nem, hát olyan higany mozgásom van! Yes, break it down, Max! Ez az, Max! Az! Hát majd gyakorlod az! A következő a játék, ami összejön, abban azt hiszem, hogy egyetemista lesz Max, vagy legalábbis felnőtt, majd meglátjuk, hogy mennyit fejlődött a tánc képessége. Dude, the music's not even on! Megjött a stepfather. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Mi, nem hívhatod át a barátaidat? Chill, I'm changing. Is that okay? A lány... Azek a lányoknak mindig ez az ultimate kifogás. Ez soha egy videójátékban, egy sorozatban, egy filmben nem hallottad egy férfitől, hogy pucér vagyok, ne gyere be! De minden létező médiumban ez a nők első számú kifogása, hogyha halogatni akarják az időt. Mentem, a klasszik szekrény. Kellemetlen. Várjál, beragadtam eltartója, nyugi. Intézem. Nyugi, ismerem a szekrény trükköd. Egyetem alatt volt én is, hogy reggel tudtam meg a lánytól, hogy nem. Nem volt ilyen. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Nem én voltam. Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait, is that grass? Ő pisztolyát vitt el, Nathan. Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Ez egy nagyon nehéz családi dinamika lehet egyébként, ez a PTSD stepfather és a lázadó tini lány. Alapból is nehéz lehet egy lázadó tinédzser gyerekkel, pláne hogyha még nem a vérszerinti paterja vagy, vagy anyukája vagy, és megvan a magad PTSD-je, meg félelme, mondjuk egy háborúból. Az egy komplex kapcsolat. Na! Rejtve maradsz, kijössz! De nem jönnék ki szívem szerint, hanem inkább bent maradnék. Nem tudom, mire lehet jó, hogy kijövök. Nézzük, mit mond a chat, bár nem hallgatok rátok. Ez egy Forma 1-es szituáció. Out. Maradjak. Jó, én is maradni akartam. Majd megbánom. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Az erőszak nem nevelési eszköz, apu. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Azt most ezzel lezártad a beszélgetést? Gratulálok, bátor vagy. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. Hát ez nem volt szép. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Ezt minden döntésnél elő fogja hozni a játék, hogy mi lett volna, ha másképp csinálom. Ez mekkora egy szemétség?
Ezt minden döntésnél eljátsza? Erre nem emlékeztem. Hát ez egy undorító szemétség. Ebben a játékban az a jó, hogy mindkettő opciót megnézhetjük, és eldönthetjük, mit akarunk. De ez így nem ér. Ez csalás. Most tekerjen vissza. Nem jó, hát begill trippel, izé, Max. Én rosszul érzem magam, ha nem nézem meg. Melyik volt a gyorsít? Úgy. Hol vagyunk? I'm coming. Ah, túl sokat tekertem. Mindig ez a problémám, hogy túl sokat tekerek. Don't get smart, just... Kijövök. Szeretők vagyunk. I'm sorry. That was my joint. És fűfüggő vagyok. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. Oops. You don't have anything smart to say now, do get you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. Na, üss meg engem is, stepfather, ha kemény vagy. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. 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 Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. Ez jobb döntés volt. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Oh. Relax, sister. It's not even loaded. Akkor ő loptál a fegyvert. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Mi ez a férfi ellenesség? We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Így van. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. Dehogy nem. I have to think about my own future. Hogy ne hazudnánk a barátaink? Dehogy nem, ez így teljesen jó volt. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem? Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let nem, ez Amerikában egy rossz gondolkodás. Nem. A fegyver nem ad biztonságot. Pláne, ha mindenkinél van. But I do feel safer having a 9mm in my pants. Nekem is van egy 9mm. Na, ez száj, fejezd már be. Can you actually use it? After about 100 online videos? Aha, YouTube-ról kell megtanulni fegyvert használni. Ja, ja, ja. Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. Mi a baj a 9mm-esemmel? Jó, most egy kicsit fölfele kerekítettem. Ne legyetek már ilyenek velem. Hova nem, sajnos az nem megoldás, hogy másnak is van fegyvere, ezért nekem is lesz fegyverem. Sajnálom, Amerika. Ezt csak ti gondoljátok így. Az egyetlen dolog, amit soha nem fogok tudni megérteni. De majd lehet erről is felvilágosítotok. Ez a fegyvertartás, ez a legnagyobb baromság, amit valaki kitalálhatott valaha. Mindenkinek van, úgyhogy nekem is kell. Hát ne legyen senkinek, bazd meg. Hát... ez ugyanaz, mint az atomfegyverek. Ha neki is van, nekünk is legyen. Hát legyen mindenkinek, persze. Hát mi baj történhet, nem? Jobb, ha van! Persze! Hát legyen inkább, nem? Hát na! Bambi! Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slowpoke! Hold on! Nyilván más hírgsz, de... ugyanez a párhuzam. So why do I feel like I was just here? Wow. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Bizony, innen kezdtük a játékon.
Az atom azért kell, hogy ne legyen használva, nem azért, hogy majd visszalövök, ha rám lőnek. Igen. Jó, de érted a logikát, Hirgs. Ez a nekem is csak azért kell, mert neked van. Hogy ugyanaz az analógia. Fegyvert is csak azért tartunk, hogy elrettentő legyen, de nem akarom használni, csak legyen nálam. Hogy nyilván értem. És amúgy hülyeség, meg kinnélnél Amerikában, és tudod, hogy mindenkinek van fegyvere körülötted, és fegyveres betörések vannak, akkor legyen nekem is. Miért vagy 40 éves fater? Mire gondolsz? Azt gondolod, hogy edgy, fiatal dolog azt mondani, hogy a fegyvertartás menő is legyen mindenkinek fegyvere? Ne aggódj, fogsz majd szexelni lányjal, és akkor majd kicsit lenyugszol. Tehát, hogy nem, ez nem, szerintem nem egy életkorhoz kötött dolog. Szerintem ez egy elhibázott logika. Better not cause me trouble. A cycle of violence gondolatát érdemes felcsapni. De nyilván persze az élet nem olyan egyszerű, hogy ne legyen senkinek fegyvere, meg ne legyen senkinek atomja, és akkor fasza lesz minden. Nyilván a világ nem így működik, ez ilyen utopisztikus beszélgetés, amit most folytatunk. Csak egy ilyen vicces kulturális különbség Amerikában a fegyvertartáshoz való jog. Nessai, lesarkítasz egy összetett kérdést. Nyilván, persze, sarkítok, mert nyilván nem fogunk belemenni egy fél órás vitába a fegyvertartásról, persze, hogy sarkítok, nyilván nem ilyen egyszerű. Alapgondolatokat közöltem ezzel kapcsolatban, hogy én így nem hiszem, hogy jóra vezet. Na, de, Warren, de amúgy örülök, nyugodtan lehet ellent mondani, nem állítom soha, hogy amit én gondolok a világról, az úgy van, csak így nem tartom egy jó gondolatnak azt az egész fegyverkérdést. Ja, de pont oda akartam kiukadni, mielőtt valaki azt mondta, hogy 40 éves vagyok, ami nem tudom, hogy sértés vagy dicséret volt, hogy nyilván, ha mondjuk Amerikában élnék, és minden körülöttem levőnek fegyvere lenne, és a fegyveres betörések annyira sok vagy gyakoriak lennének, és otthon ülnék, hogy itt a családom, hogy védjem meg őket, most akkor is azt fogom mondani, hogy ne legyen fegyverem, akkor nyilván teljesen máshogy állnék a kérdéshez. Nyilván, persze. Tehát, hogy az baj, hogy ez egy ilyen ördögi kör, amit nem tudsz megtörni. Félreértés ne essék, én nem azon az állásponton vagyok, hogyha valaki betör a házadba, akkor kínáld meg kávéval, és téged csukjanak le, hogyha a laposra vered. Egyáltalán nem. Csak a fegyver az egy komolyabb dolog. Ja. Ja, hát megmondom, azért is az USA-ban ez egy külön kérdés, mert ez egy körforgás. Ez pontosan olyan, mint egy két ember egymásra fogja a fegyverét, teted le előbb, és esküszöm, hogy nem fogom használni, tehát hogy nyilván. Tudjátok, a példát szoktam erre felhozni mindig, de ez is egy sarkítás, csak hogy érezzétek a gondolatmenetemet, hogy utána lehessen vele vitatkozni. Ez olyan, mintha mindenki befizetné az adót, akkor lejjebb lehetne vinni az adókat, mert akkor mindenki befizetné, és akkor nem kellene pótolni. Most ne menjünk bele abba, hogy mi van szétlopva, de hogy az alapelv. Tehát, hogyha nem johnizna mindenki az adóval, hanem mindenki befizetné, akkor nem kéne ennyi adó, és persze. De ez csak egy példa. Most ebbe szintén nincs belevéve az, hogy mondjuk nem kéne zsebre tenni a felét, meg hogy használja föl egy állam az adórendszerét, de hogy ez a példa. Hogy majd, ha neked se, akkor majd nekem se. És erre nincs jó megoldás, tehát hogy erre nincs ilyen utópisztikus, hogy na, akkor holnaptól senki nem tart fegyvert, és az összes ország leszereli az atomfegyverét, és akkor világbéke lesz. Tehát, hogy nyilván nem egy 6 éves szintjén gondolkozom a világról, csak ilyen alapelvek szintjén. Köszi a figyelmet. Hali földhívja Maxet. Itt a szőke herceged Warren. Na, már megint kezdi. Jól van. Meggyógyult az öcskös. Ős voltál. Még el kell mondjuk a nagy titkunkat neki. Azt, hogy friendzone-ban van.
Na. Are so lucky, they can always escape. Ha már egy körbe zárul. Madár. Lehetett volna az a madár, akit megmentettem. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Na, megint az. Ki kezdte a másik nem szeretését? He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Well, yeah, I couldn't help it. Never change. Nem hazudom. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are their spy cams? Jó, hát mondjuk érthető a paranoiája. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Azt nem tudta, hogy a saját házuk is be van kamerázva. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. Uh-huh. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Not funny. Not cool. Even though I passed out on the floor, I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Hát igen, ez kurva beteg. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. You already told the principal, and I'm sure it's useless. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. Szerintem ez ebben a játékban, hogy azért olyan heavy dolgokról beszélnek benne, amiről több embernek kellene nyíltan beszélnie a barátaival. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Hát. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Soon. A látomás. Why is this happening to me? Why am I here again? Ah, az őzike.
csak most jutott eszembe az őzike szimbólum, pedig ugye már volt korábban Bambi. Csak el is felejtettem. Ez ilyen prominens jel lesz a játékban. Jézusom! Nem emlékeztem rá, hogy Tomb Raider-ezni is kell. Nyugi, intézem. Nem fog rám esni, ugye? Nem, nem. Jövök, Bambi. Dodzsoljuk. Hűtse! Azért reflex. Ott voltam a szervón. Tornádó, annyira állatul meg van csinálva. Azt én nem várnám meg. Őzike! Várj, itt hogy jutok át? Ja, aha. Megyek, várj! Várj, megyek! Édes Istenem! Nem volt meg, nem emlékeztem, hogy ilyen többszöri visszatérés van a viharhoz. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Még 4 nap. 4 epizód. The tornado is headed straight for the tower. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. How's that, man? I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. Super, I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get hot. It's been a hell insane fucking day. Karácsony! What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Our storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Két. Kicsi. Őt még nem is ismerjük. Jézusom, bocsánat.
Ez volt az első epizód vége. A metamorfózis. Köszi a File Rise fordító csapatnak a magyarítást. Na! Felnyomtuk Nathant. Yep. Megvigasztaltuk Viktóriát. Milyen kedvesek az emberek. Közbeléptünk, és előbújtam, hogy közbeléphessek. Nice. Barátok eredményei. Ja, tényleg a friend listen is meg lehet nézni, hogy mik vannak. Amúgy elvittem a balhét. Miről van szó? Teljesen elvittem a balhét. Na most a következőnél elindul a következő chapter? Vagy csak mutatja a rész? Várja, vannak ilyen kis dolgok is, nem? Aha. Igen, itt a dolgok, amiket mindig kihagyok. Alisszán segítettünk. A rajzoshoz nem mentünk oda. Tényleg nem töröltem le baszki a izét, nem néztem meg az összes... Meg emlékeztem, hogy van valami a táblákon, nem töröltem le a két gyalázásokat. Ja, balhé az a dosszié a garázsban, aha. De meglocsoltam a virágot, az fontos. Igen, a terhességi tesztet, azt ott hagytam, azt írtátok a cseten Danának a szobájába, ami egy fokkal magyarázza az ő paráját, vagy hát nem egyel, tízzel. Nem raktunk rendet Victoria képeinél, lehetett volna írni a kis buszra, de a madarat megmentettem, az is, az fontosnak tűnik. Nem törtük el a hógömböt. Nem hagytam bizonyítékot magam után a kutatásnál, de átnéztem a fájlokat. Nice. Na, és akkor így. Jön a második epizód az idő szűkében. De hát nyilván majd csak a következő streamben. És változott a főmenü háttérképe. Srácok, ez volt a Life is Strange epizód 1. Még 4 van hátra, hogyha jól emlékszem. Lehet, hogy nem. Egy epizód, egy stream. Ja, ez a terv egyébként, majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül tartani. Remélem, hogy élveztétek. Én egyébként nagyon. Tök jó újraélni, egy csomó, rengeteg minden van, amire nem emlékszem. A legtöbb dologra nem emlékszem, hogy mi mit követett, meg mi miatt alakult. Meg egyébként így a személyekre is. Nyilván egy csomó embernek tudom, hogy nem fog tetszeni ez a Twitch végigjátszás, mert ugye megállunk, beszélgetünk egy csomó mindenről, van chat, akikkel interaktálok, bár ők valószínűleg nincsenek itt, de ha mégis, semmi baj, nézzétek meg nyugodtan az eredeti Nessai végigjátszást, vagy bárki mástól a játékot, mert amúgy tök jó. Ezt már egyszer végigjátszottam úgy, hogy 100%-ban csak odafigyelek, és nem beszélgetek közben, szóval... Nekem most így tök jó, hogy tudok veletek közben beszélgetni így teljesen random dolgokról, de aki zavar, az meg tudja nézni a régi végigjátszást is. Gondolom vállalható, nem tudom, fogalmam sincs, mert nem emlékszem. Tökre élvezem a puzzle-öket is, arra sem emlékeztem, hogy mennyi ilyen idő visszatekerős puzzle van benne, pedig ez a gameplay alapja a játéknak, de hogy azok is tök jók voltak. Úgyhogy nem tudom, jól esett a lelkemnek. Tudtunk kicsit patkánykodni is közben, de hogy azért odafigyeltünk, nyilván ütöttek azért az ütős jelenetek, úgyhogy én így jónak éreztem, de hát igazából tök mindegy, hogy én mit gondolok a saját streamemről. A lényeg, hogy remélem, hogy azért közületek sokan élveztétek, meg tetszett. Innen folytatjuk tovább. Pénteken? Mi van ma? Szerda? Pénteken. Azt hiszem. Úgyhogy, ja... Várlak benneteket akkor is. Holnap 2-kor jövök, mert hard mode stream lesz, úgyhogy 2-től 5-ig csapatjuk holnap. Pénteken szokásos időben 2:30-kor pedig folytatjuk a Life is Strange-et. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ice Scholar, Golden Apple, Kávé, köszönöm a 33-at. Tirek, és még egyszer Mongufta Family, köszönöm szépen mindenkinek a támogatásokat, a velem tartásokat. Ne felejtsétek el az NDD ücsit, ha érdekel benneteket, még egy hét van abból rendelni, ha pedig nem,
akkor nem. Menjetek, érezzétek jól egymást, és találkozunk legközelebb is, srácok. Köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok. Pa-pa!